Június 30-áig kell érvényesíteni a veszélyhelyzet idején lejáró okmányokat a jogszabály szerint. Ezek személyi irataink, de ide tartozik a gépjárművek forgalmi engedélye is. A kormányablakok rendkívüli nyitvatartással segítik a lejárt dokumentumok meghosszabbítását. A Baranya megyei kormányhivatal kormányablakai a megszokott nyitvatartás szerint várják az ügyfeleket továbbra is, akár időpontfoglalással, akár pedig anélkül. És május végétől június végéig minden szombaton és minden vasárnap 8-tól 14 óráig nyitva leszünk. Pécsen három helyszínen, ez a Kossuth tér, az Uránvárosi és a Kertvárosi kormányablak, és ezen kívül a megyében még Mohácson, Komlón, Szigetváron és Siklóson. Egyedül pünkösd vasárnap nem nyitnak ki a kormányablakok ebben az időszakban. Május 28-án indul az akció, 8 és 14 óra között várják az ügyfeleket a kijelölt kormányablakokban, időpontot is lehet kérni előzetesen. A főigazgató kiemelte a vezetői engedély meghosszabbítását, amit akár otthonról is megtehetünk bizonyos feltételek megléte esetén. Ilyen, hogy a házi orvos az orvosi alkalmasságit elektronikus felületre töltse fel, rendelkezzen természetesen az ügyfél ügyfélkapuval, és az elmúlt három évben valamilyen okmánya elkészült-e alkalmával, készült róla fotó, amely a rendszerben van, akkor még csak fel sem kell keresnie. Kormányablakokat, sőt az időpontokhoz sincs kötve. Fontos azonban, hogy érvényesek legyenek június 30-a után az okmányaink, hiszen például az utazási kedvezmények igénybevételénél vagy külföldre utazásnál kellemetlenségeket okozhatnak a lejárt okmányok, de a banki ügyintézésnél is figyelni kell ezekre, mondja a szakember. Éppen ezért ajánlatos most átnéznie mindenkinek a papírjait, és ha szükséges, akkor felkeresnie a kormányablakokat. Jelenleg 500 000 lejárt okmányt kell megújítani, június 30-áig hazánkban.